Terrudy is japán első számú motorolaját, a Zenaoszt használja. Itt van a kezemben az autó kulcsa, ott pedig az indítógomb. Mint azt a mellékelt ábra mutatja, állok a fékem. Roland, azt hiszem jön a windowsos módszer. Szálljunk ki, csukjunk be minden ablakot, majd szálljunk vissza. Miért gondoltad, hogyha nem tudtad bezárni és kinyitni, akkor működik? Megállt alattunk az Ioniq 6. Az hogy? Itt vagyunk Mogyorósbánya külsőn, a Bajnahéreg Szerpentinen, és egy ilyen bekötő úton egy fasornál forgatunk, és ugye a szokásos kiszáll, beszáll, beindít, elindít, átáll, stb. Indít a akkumulátor. Azon a napon, amikor lemerült alattunk a Hyundai Ioniq 6, kitettem egy videót arról, hogy mi történt. Ez egy YouTube short volt, megjelent TikTokon erre-arra, és többen írtátok, hogy persze hülye gyerek, hogyha nem jár az autó, legyen az belső égésű vagy elektromos, mindegy, akkor ha használod a funkcióit, akkor le fog merülni az akkumulátor villanyautóknál a kisaksi, ugye belső égésűeknél pedig az egyetlen akkumulátor. Ami teljesen igaz, ez így van, csak hát arról van szó, hogy az elmúlt 10-12 évben szerintem egy ilyen 250-300 autóról csináltunk tartalmat, akár fotózásról, akár videózásról volt szó, mindig ugyanez történt. Mozgattuk az autót, állítgattuk, rakosgattuk ide-oda, és hát az egyik sem merült le alattam. Egyszer megállt egy Opel Corsa, de ott más probléma támadt. És amennyire sikerült utána járnom, a Hyundai-nak erre a problémára van visszahívása, mármint hogy nem tölt rá a nagy aksiról a merülő kis aksira, emiatt, hogyha az ember mondjuk a központi zárat használja, vagy mondjuk kinyitja a csomagtérajtót, amit elektromos szervó motor nyit, akkor igen, a pici aksit, a rendszerindító aksit, azt le tudja meríteni. Csak hát ez így, ettől függetlenül még nincs jól, mert ahogy azt korábban mondtam, egy csomó más autó ezt meg tudja ugrani. Ez itt mellettem egy Hyundai Ioniq 6. Azért hívják 6-nak, mert ez a hatótáv rövidítése, ugyanis az autóipar elkezdte a vásárló torkán lenyomni, hogyha a villanyautó nem egy ilyen toronyház, akkor lesz hatótávja még akkor is, hogyha nem raknak bele 400 kWh-nyi akkumulátort. Bám! Hihetetlen. Hiába néz ki úgy, mint a Vises Taycan, ennek oka van, mert hogy rendkívül áramvonalas az autó, bár van nálam a kapható áramvonalasabb autó, a Mercedes EQ S, annak a CV értéke 0,20, ennek 0,21, de hát ez is egy zseniális érték. És most azt, hogy hogy néz ki, azt hagyjuk. Itt a funkciót alárendelték a formának, nekem nagyjából egészen a B-oszlopig tetszik, aztán itt a C-oszloptól hátrafele hirtelen annyi dolog történik, mint egy Balzac regényben, úgyhogy engedjük is el. Ez az autó okkal ilyen, és nagyon jó, hogy ilyen. Leginkább azért látszik aránytalannak ez az autó, mert itt a közepénél iszonyatosan vaskos, tehát az a kényszeredett szó, amit emlegettek a bemutató során folyamatosan, az a streamliner, vagyis az áramvonalasságra kihegyezett jármű, amit adjunk is meg neki, csak iszonyatosan fölpuffasztották itt belül. Viszont az együttélés során jöttem rá arra, hogy ez okkal történt, hiszen ez egy kicsit most egy olyan megoldás, mint a Priusnál. A kettes Prius se néz ki azért úgy, ahogy, mert hogy ilyen perverzek voltak a tervezők és szivatni akarták az utca népét a látvánnyal, hanem azért, mert a legnagyobb belső térfogat a legáramvonalasabb külsővel az egyszerűen egy ilyen formát ad ki. És bár nem olyan drámai a helyzet, mint a kettes Priusnál, mert szerintem ez egy többnyire jól kinéző autó, itt is valami hasonlóról van szó. Azért ilyen irgalmatlan durung itt középen, hogy amikor beszállsz, akkor maradjon érdemi helyed, mert ez az autó bizony tágas hátul, nagyon tágas, miért is ne lenne az 3 méter tengelytávunk van, ami azt eredményezi, hogy az ember itt nem ujjal méri, hogy mennyi hely marad a térde meg az ülés között, hanem bizony lehet tehénkedni. Sőt, igazából még teteje is marad, most ebbe ez a fekete belső kárpit van, ami hát egy kicsit összenyomja a teret, de hogyha beülsz ide hátra, akkor nem az a jellegzetes érzésed van, mint az ilyen lecsapott hátuljú autókban, hogy neki tudod dönteni a fejedet a tetőnek, mert hogy nem, el lehet benne férni. Ez egy tágas jármű. És hátul van ülésfűtésünk, ami kapott nyomógombot, ami annak fényében meglepő és váratlan fordulat, hogy elől nem. No de, ettől függetlenül két USB kiállás, és egy kicsit, hát, ugye a probléma az, hogy itt el kellett rakni egy akupakkot, amitől magasra került a padló. Viszont ez így megemeli az ember lábát, egy kicsit ilyen
mondtam, ilyen pados, kakasülős a dolog, de ettől függetlenül azért el lehet vele kavirnyászni. Ugye a Porsche Taycanban erre volt egy jó megoldás, egyszerűen ott kimélyítették az akkumulátor csomagot, hogy az ember le tudja tenni a lábait, fölfekszik a combja. Ilyen kis apró ergonómiai nüanszok, amikkel teljesen együtt lehet élni, viszont a dizájn nekem nagyon tetszik, például hogy itt van egy ilyen zseb, az, hogy az ajtózseb egy átlátszó elemet kapott. Nem drága dolgok ezek, csak még nem láttunk ilyet, ezért kreatívnak és frissnek tűnik. Tök jó! A csomagtartó nem nagyon nagy, 401-2 liter, de legalább a nyílás sem nagyon nagy, amin keresztül pakolni tudjuk, úgyhogy ha mondjuk az ember például biciklit akar berakni, akkor egy kicsit meg van lőve, de hogyha lehajtjuk a szélesebbik üléspárnát, akkor elképesztő távlatok nyílnak, bár ott is van egy lépcső, az ilyen hosszabb és nagyobb kiterési dolgok átrakosgatása megoldhatóvá válik, bár azért ott is inkább ilyen kis barlangnyíláson kell dolgoznunk. Ez nekem ugye probléma, de az autó becsületére legyen mondva, most lenyomtunk egy kisebb családi hétvégét úgy, hogy bent volt a bicikli, kiszerelt kerekekkel, egy összecsukható gyerekágy, bent volt a gyerekülés, egy bőrönd, komplett bringás felszerelés, kisisak, nagysisak, meg még a gyerekjátékok. Szóval az autó elég jól pakolható, csak tudni kell a módját, és egy kicsit nem árt tetriszezni. Nyilván ez ennek a karosszéria típusnak tudható be. Nem értem, hogyha már egy ilyen fasza hatchbacket csináltak, akkor miért nem lehet az, hogy a hátsó szélvédő egyben nyílik a csomagtér fedővel, ahogy az logikus lenne, mert akkor sokkal kényelmesebb lenne pakolni, meg szerintem egy kicsit a hely is több lenne, hogyha nem lennének ilyen mindenféle merevítő benne. De ez már sosem fog kiderülni. Az IONIQ 6, ahogy a cégcsoport összes többi villanyautója, az eGMP platformra épül, akárcsak az IONIQ 5, tehát választunk egy 53 és egy 77,4 kWh-s akkumulátort. És most figyeljetek, mert jön a matek, amitől én rendszeresen rettegek, de az 53 kWh-s akkumulátorhoz egy darab villanymotort kapunk a hátsó tengelyre, ez 150 lóerős, ilyen 8 vége, 9 eleje másodperc százra gyorsulással, tehát mondjuk azt nem lesz forgalmi akadály, tök jó vele az autó. A nagyobbik akkumulátorhoz kérhetünk szintén egy villanymotort a hátsó tengelyre, de az már 230 lóerős, ez hát azért most már ilyen vastagon 7 körül gyorsul az autó, és ez itt egy performance modell, amiben nagy akkumulátor van, tehát 77,4 kWh, 2 villanymotor, 320 lóerő teljesítménnyel, 605 Nm-rel, 5.1-es 0-100-zal, és ez az, amire ne költsetek, mert teljesen felesleges. Ilyen disznó nagykereket adnak hozzá, ami eszi a hatótávot, jól néz ki, de ez a felni is nagyon kavarja a levegőt. Állítólag, hogyha megveszed rá a 18-as kereket az aerofelnivel, azzal ilyen 10%-kal nő a hatótáv. És a legjobb kombó a külföldi tesztek szerint az az, hogyha megveszed a nagy akucsomagos változatot, a hátsó kerekes 230 lovas kivitelben. Mert azzal kapsz egy jól mozgó, nagyon keveset fogyasztó villanyautót, amivel hát most nekem a városi fogyasztásom az 13 és 14 kWh között alakult ezzel a nagykerekes performance modellel. Ugye ne hívjuk performance modellnek, mert majd lesz belőle IONIQ 6N 600 sok lóerővel, Sperdifivel, mi egyébben. Amúgy várom, mert az IONIQ 5N is nagyon jól sikerült. De hogyha te egy használható autót keresel, akkor azt a nagyaksi hátsó kerékhajtás kombó fogja megadni. Ezzel autópályán ilyen 19 kWh körül lehet közlekedni, országúton tulajdonképpen 12 és 15 körül bárhol, városban pedig ilyen 13-14-eket tapasztaltam, de az látszik, hogy ezzel az alaktényezővel és ezzel az amúgy rendkívül hatékony 800 voltos hajtással tényleg nagyon jól használja az autó a beletöltött áramot, ezért nem kell ilyen 100 kWh-s akkumulátor ahhoz, hogy érdemi hatótáv keletkezzen. Na most a VLTP az 600 km pluszt ad meg, mint legnagyobb elérhető hatótáv, de ebből vonjuk le azt a szokásos 70-80 km-t, és akkor nagy biztonsággal kijelenthető, hogy egy jól konfigurált IONIQ 6 az nagy biztonsággal elmegy 500 km-t bármilyen körülmények között országúton és vagy városba, de autópályán sem lehetetlen a 400-130-as tempóval. Szóval ennyit jelent a hatékony tervezés. Ez ugye egy 800 voltos rendszer, tehát ezt az autót meg lehet rúgni 350 kW-tal,
ami azt jelenti, hogy 10-80%-ra föl tudod durrantani 18 perc alatt, ami egy tök jó érték, hát csak győzé találni ilyen töltőt, és a regeneratív fékezésnél, amikor lassítasz vele, akkor akár 250 kW-tal is képes tölteni, ami megint hozzájárul a jó hatótávhoz. Vannak különböző rekuperációs üzemek, van automata rekuperáció, nekem az annyira nem tetszett, szerintem a legjobb akkor az autó, amikor kikapcsoljuk a rekuperációt, és hagyjuk gurulni, mert akkor nagyon hatékony, meg nagyon kellemes a használata, és a fékpedállal szabályozzuk a visszatermelést. Úgynevezett lassítást hajtunk végre. Ennyire szerény hatótávparám amúgy még egy autóban sem volt. Tehát ezzel már csak úgy autózom, és nem pillantok le 2 másodpercenként az akkumulátornak a töltöttség jelzőjére, mert egyszerűen nem kell. És vannak olyan üzemállapotok, például ez a 10-es utas vánszorgás, amit itt lenyomtam reggel, hogy irreálisan keveset fogyaszt az autó. Reggel 6-kor indultam Borosjenőről, 7 óra után pár percre érkeztem Magyarósbányára, mert elém kanyarodott a körforgalomban egy teherautó, aminek a társaságát 35 kilométeren át élveztem, és így fogyasztott 11 kWh-t, ami szürreálisan kevés. Múltkor átszámoltam az autónak, mondjuk azt, hogy 15 az átlaga, a nagy átlaga. Itt vannak az összegyűjtött adatok, tehát az előző 4352 kilométerre vetítve az átlagfogyasztás az 16,2 kWh. Összehasonlításképpen egy Volkswagen ID.3, ugye az egy kompakt, az ilyen 14 körül kér. Na most ez egy lényegesen nagyobb és erősebb autó, viszont valószínűleg hatékonyabb a villanymotor és jobb az alaptényezője. Na de, átszámoltam, a 15 kWh környéki fogyasztás, ami nekem a teszt időszak alatt kijött, az nagyjából 1,6 liter benzinnek felel meg 100 kilométerenként. És nekem még nincs kiépítve otthon háromfázisú töltés, de bedugom a konnektorba, 2,6 kW-tal tölt 220-ról, és azokat a 60-80-100 kilométerek, amiket így elautóztam vele, azokat így éjszaka simán magába szippantotta. Tehát leraktam az autót este 6-kor, és 12 órával később ott volt benne újra az a hiányzó 25 kWh, amit napközben elküldtem belőle, még akkor is, amikor 150-160 kilométereket mentem. Tehát az általános villanyautós jóság az nagyon jól benne van. Aztán vannak ezek az idegesítő hülyeségei, de az a baj, hogy ezek az idegesítő hülyeségek, például szoftveresen, ezek megvannak egy belső égésű motoros autóban is, egy modern belső égésű motoros autóban is. Örök veszőparipám, a Frunk, az Orkoffer van, de minek? Ide még egy... Hát nem is tudom. Talán a MacBookert be lehetne rakni, de az biztos, hogyha bent van az autó töltőkábele, akkor a 220-as adapter már nem fér ide. Ami... na... mély. Nem tudom, hogy a kétkerékhajtású modellnek milyen a helyi kihasználásait elő, de szerintem ezt azért meg lehetett volna oldani jobban is. És hogy érik el ezt a nagyon jó alaktényezőt? Van sok kis trükk, hát eleve az, hogy az autónak ugye nagyon lapos az eleje, nem kell benne elrakni egy benzinmotort, de van nyitható első szellőzőnk, hogyha melegszik az autó hajtása, akkumulátor, motor, akkor ezt nyitja, hogy kapjon hűtőlevegőt, és ami még szintén nagyon sokat számít, váratlanul sokat, hogy nincs hagyományos tükör. Ez egy kamerás visszapillantó, majd inkább benn beszélek róla, mert tök jó használható és tök érdekes, de képzétek el azt, hogy nincs az a légellenállás, ami egy ekkora kasznihoz tartozó tükörlappal lenne. Tök jó. Ottán nyilván már beszéltünk arról, hogy streamliner, tehát az autónak így lebukik a hátulja, és a hátrafele leváló légáramlatok kevésbé húzzák vissza. Valamint itt ez a szárny, ami egy kicsit szétzilálja a dizájnt, mert jobban néz neki nélküle, de hát, ha nagyon jó fej akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy belelátszik a Porsche 930 Turbónak az a jellegzetes rovátkolt hátsó szárnyamban, ugye volt egy intercooler, ez amúgy egy meglepően dizájnos féklámpa. És mivel ez a csúcsfelszereltségű változat, benne van a nagyon fancy szegmenses lámpa, autószerte több mint 700 ilyen kis elem alkotja a fényforrásokat. Nagyon cyberpunk. Ez a gyerekbarát beltér, ami azt jelenti, hogy minden annyira fekete, hogy nem látszik, hogyha a család összeretkeli, mert összeretkeli. Nekem egy picit lélekölő, világosabb beltérre venném ezt az autót, mert ugye eleve egy tágas autóról beszélünk, akkor még jobb lenne a térérzet. Vannak benne ilyen jópofa gegek, például, hogy a kesztyűtartó nem lenyílik, hanem egy fiók, jópofa.
középre tették az ablakemelő kapcsolókat, amiket én mindig szeretek, mert több hely maradt terpeszkedni az ajtónál, és hasonlók. Szügyig vagyunk USB-vel, és tök jó, hogy van C-vel, amint van még hagyományos USB kapu is. Bár megjegyzem, hogy erre azért van szükség, mert hogy az autóban nincs levegős CarPlay vagy Android autó, csak vezetéken valósul meg. Amivel viszont nem vagyok kibékülve, az ergonómia, mert ugyan van néhány gomb, csak kevés. Tehát nagyon sok olyan funkció van, amit nekünk kell behozni almenüből. Mindjárt meg is mutatom, hogy ez miért aggályos. Az a bajom ezzel a szoftverrel, hogy nem nagyon jól átlátható, cserébe akadozik. Tehát például én használom az Apple CarPlay-t, mert zenét hallgatok, meg podcasteket, meg alkalmanként navigálok, mert amúgy nem találnék be a munkahelyemre, meg ilyenek. De mondjuk ma reggel 15 fokba ültem be, hideg volt az autó, szerettem volna tenni egy ülésfűtést. Mit csinálok? Ugye hátul van ülésfűtés gomb. Itt viszont nincs ülésfűtés gomb szomorú módon, úgyhogy megnyomom ezt a gombot. Eltelik 3 másodperc, majd bejön. És akkor, hogy tesz az ember ülésfűtést? És érted, hogyha fölfele nyomod, melegszik, ha lefele nyomod, akkor hűl. Viszont, hogyha ülés szellőztetést akarsz rakni, akkor nem az van, hogy egyesről indul, nem, hármasról, és vissza kell kattogtatnod egyesre. És egy csomó-csomó ilyen kis teljesen felesleges kört kell lefutni az autóval ahhoz, hogy be tudja állítani dolgokat, ami alatt mindig nem az utat nézed. Ez egy komoly probléma. De szeretnél szellőzést állítani. Megnyomod. Miért? Könyörgöm. Van neki dedikált gombja, csak az a baj, hogy ez tulajdonképpen az érintőképernyőnek és a nyomógombnak a legrosszabb házassága, mert egy fekete felületen nyomkodsz egy pici ábrát. Nem látod, hogy mi történik. És akkor ugye ilyenkor már betöltött valami más, tehát nem jó. Ez így nem jó. Viszont ami a kormányon van, az határozottan jó. Itt szabályozott a multimédiát, tehát hogy telefonálsz, hangerőt váltasz, zenét léptetsz, itt meg a vezetéstámogató elektronikákat. Jók a vezetéstámogató elektronikák, kicsit paranoidok, érdemes kikapcsolni a hangjelzéseket, sajnos minden újraindításnál ki kell kapcsolni a hangjelzéseket, de a level 2-es önvezetés, ami mint tudjuk ugye nem önvezetés, hanem pusztán csak sávtartó és radaros tempó van, az nagyon jól működik. Nem pingpongozik, nem fékez hirtelen, szépen tartja a távolságot. Vannak váltófüleink, amik ugye most már nem váltófülek, hanem a visszatermelés szabályozzák. Természetesen, hogyha behúzva adjuk, akkor átteszi automatára, és ilyenkor a környezeti körülményeknek megfelelően szabályozza a visszatermelést. Ez is tök jó. Viszont, amit én minden autóba kötelezővé tennék, az egyik legjobb funkció, az index. Ilyenkor berakja a holttérképét a műszercsoportra, hogyha balra akarsz kanyarodni. Akkor a bal oldalit, ha jobbra, akkor meg a jobb oldalit. Ez két szempontból is jó. Egyrészt látod, hogyha jön valaki, másrészt, hogyha szűk helyre kanyarodsz be, akkor nem vered le a felnit. És akkor a legtöbbet ismételt kérdés, jó-e a villanytükör? Nekem 2 napba telt megszokni, hogy ne kívülre nézzek a kamerára, hanem ide közel, viszont amikor megszoktam, akkor rájöttem, mi az értelme. Ugye amikor az ember hagyományosan vezet és kinéz a külső tükörre, akkor a teljes látóterét leveszi az útról, hogy kinézzen a tükörbe. Viszont, hogyha ide nézel a kamerának a képére, ami egy nagyon jó minőségű, szép, folyékony kép, semmi röcögés vagy egyéb nincs, szóval amikor ide nézel, akkor a tekinteted nagyobbik része még mindig az úton marad, ami nagyon-nagyon hasznos. Szokni kell, de tényleg 2 nap alatt megszokható, és onnantól kezdve szuper. Ahogy az a videóból egészen nyilvánvalóan látszik, ennek az autónak vannak hibái. Például ez az akkumulátoros botrány is elég meglepő, de azt azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy ebben az autóban 30 ezer kilométer van, és mindenki arra használja, amire mi. Tehát letámasztja akár fotózáshoz, akár videózáshoz, egy helyben nyitogatja, zárogatja, és ilyenkor bizony az összes fogyasztó terheli azt az akkumulátort. Azért én megelőlegezném neki, hogyha ezt autóként használják, nem pedig bemutató darabként, akkor ez a probléma, ez lényegesen kevésbé áll fent. De ezen felül ott vannak a szoftveres hibák. Nyilván egy Tesla az ennél sokkal jobban működik, tehát olyan lehet, mint mondjuk ez legyen egy 4-5 éves androidos telefon, az meg egy aktuális iPhone. De autóként szerintem ez lényegesen jobb, nagyon kevés ponton tudok belekötni, talán csak a futóműnél. Ez egy nem jól feszes futómű. Egy kicsit azt érzem, hogy feszes, de kevés a csillapítása, ezért ráz.
és az ilyen nagyobb úthibákkal még nincs is probléma, a bajok akkor jönnek, amikor ezek a sűrű pici szintkülönbségek, úgynevezett repedések jönnek, mert olyankor aztán kirázza az ember lelkét. Ugye megint csak az terül ki, hogy ami a hatótávnak jót tesz, a keskenyebb 18-as kerék, hát adjuk meg neki, hogy valószínűleg azzal a menetkomfort is jobb. Sőt, hogyha azt a konfigurációt választjuk, amiről már beszéltem, az egy motoros, nagy akkumulátoros, az valamivel könnyebb is, mint az a két motoros kivitel, tehát valószínűleg az alá puhább rugók kerülnek, pusztán csak a kisebb súly miatt, de valószínűleg az egy még kényelmesebb autó. Tök érdekes, hogy azért a Hyundai-nak elég jól szokott menni a sportosság. Én ebben az autóban 320 lóerő ide vagy oda, semmiféle sportosságot nem találok, nem érzem azt, hogy nagyon kanyarognom kéne vele. Valószínűleg amúgy szándékos a dolog, hiszen hamarosan érkezik az Ioniq 6N, ami hát az Ioniq 5N-ből kiindulva csak még zseniálisabb lehet, főleg, hogy ez egy 20 centivel alacsonyabb autó, de a napi használatra, mint autó, szerintem csúcs. Az a sok apró ötlet, az a sok kis apróság, ami így könnyebbé teszi az életedet. Például, hogy itt van egy 220 voltos kiállás a két első ülésnél, de tudják, hogy hát úgy gyerekeket fogsz vinni. El tudsz tolni egy kis ajtót, ami elfedi, és ezt a kis ajtót le tudod zárni kulcssal, tehát a gyerekek nem fogják beledugdosni a kis játékaikat, és nem vágja meg őket az áram. Odafigyelnek ilyen dolgokra, és ez a fajta odafigyelés, ez így érződik az egész autón. A végére hagytam egy pluszpoint, főleg, hogyha már itt amúgy is megállított a sorompó. Ez itt nem egy MP3 lejátszó 2003-ból, nem. Ez itt a kocsi kulcsa. Tényleg! És azt gondolnád, hogy mondjuk megcsinálták alumíniumból, valami minőségi anyagból, hogy legalább kézbe véve jó benyomást keltsen, de nem kelt. Tényleg, egy MP3 lejátszó 2003-ból. Ez a 20 milliós autónak a kulcsa, ami, hogy is mondjam, egy kicsit gáz. Tehát, hogyha már minden másban sikerült felnőni az európai gyártók mellé, akkor akár ebben is lehetett volna. Más kérdés, hogy valószínűleg ennek nem fog átszakadni a hártyája, mint a Volkswagen kulcsoknak, mert annál azért tartósabb megoldás.